Az a helyzet, hogy ezt a videót nem először csinálom, most állok neki másodszor, mert volt egy kis technikai kihívásom, és még most sem ellenőriztem korrektül, hogy oké. Szóval 50%-on állunk, tehát elvileg ezt a videót meg fogom tudni csinálni. De nehéz ügy. Még sosem beszéltem olyan emberrel, aki nem válaszol. Mondhatnám, szó szerint csak üzeneteket küldözgettünk egymásnak, és ez hát nem az ideális beszélgetési forma. Természetesen az időbeosztásunk az öné, illetve az enyém nem igazán passzol össze, de már most így láthatatlanban mondom, és valami belállt az orromba, nem tudom. Szóval, kedves Gábor, dióhéjban ugyan elmondtam már, hogy egy sci-fi regényt írtam, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ön lenne az, aki ehhez megkomponálná csak a fontosabb részekhez a zenét. 2018 van, és az újabb trendeknek megfelelően a regénybe nem csak képek, tehát illusztrációk vannak, hanem van benne zene is. Ez a könyvnek volt a súlya, mindjárt meg is mutatom, mert belátszik itt a szélén. Azonban ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz mindenképpen kell egy kis háttérmagyarázat. És van nekem egy nagymamám, egy ilyen fogadott nagymamám, mert normál nagymamával nem igazán találkoztam mostanában. És hogy mondjam? Van nekem természetes nagymamám is, csak az meghalt egyrészt, amikor meg még élt, akkor nem volt igazán nagymamához méltó viselkedése. Fú, de finoman mondtam. Oké, szóval van egy fogadott nagymamám, és én nagyon szeret olvasni, és én arra gondoltam, ezt a könyvet, amit megírtam, ez egy könyvsorozat negyedik része, mert a többi rész az még nagyon van kész. Elég hatalmas lukak vannak benne, tehát nincs kész. Ez a négyes rész, ez készen van, és én arra gondoltam, hogy ő neki kinyomtatom. Ugye elvittem egy nyomdába, ez egy nevetséges hobbi nyomda, tehát semmi komolyat nem kell elképzelni, és csak és kizárólag PDF-be képesek nyomtatni, tehát amatőr banda, és azt mondták, hogy vigyem be a PDF-et, és akkor kinyomtatják, természetesen fekete-fehérbe, mert a színes nyomtatást, mivel hobbi banda, hát nevetséges állam vállalták. Ez, amit itt látunk, elkodsz az a nagy hangja az előbb, ez 720 oldal. Az combos. Tehát a Eragonnak, a szó számának 3-4 szerese, körülbelül hasraütésszerűen mondom, mert persze nem tudom. Így mutatom, így esetleg látszik, hogy 720 oldal, combos. Tehát veszek egy 500 lapos ívet, és nincs kész. Még egy 500 lapos ívet kell venni, hogy 720 kérdezik, tisztán emetséges. Ez egy ilyen lekötő, iratlekötős vacakság, és azt szerettem volna mutatni, hogy vannak benne ilyen képek, ilyen illusztrációk. Van, amelyik kicsit jobb, szebb, nagyobb, van, amelyik kicsit egyszerűbb, meg mindenféle ilyen dolgok vannak benne. Megpróbálom úgy mutatni, hogy valamennyire lehessen látni. Mindjárt megmutatom egyébként nagyba is a kijelzőt, képernyő. Az egészet azért mondom, hogy jobban lássuk, hogy miről van szó. Ez egy sci-fi. És mivel sci-fi, ezért én arra gondoltam, hogy beküldöm valami szakembernek, például a Galaktikának beküldtem. Mivel ön egy művelt ember, nyilván tudja, hogy a Galaktika az egy tudományos, fantasztikus irányokban elmozduló kiadó, nagyjából plusz-minusz egy pár százalék, és elküldtem azt az egészet, mert ugye csak mintát kellett volna küldem, de ebből hogy küldjek mintát? Tehát melyik részt küldjem, amikor éppen szétlő valakit, vagy amikor éppen őt lövik szét? Tehát melyik részt küldjem? Ugye elküldtem az egészet, és a Galaktikának a vezető szerkesztője, ezt állítólag főszerkesztőnek hívják, de ott most éppen megy a belharc, de erről természetesen nem tudok semmit. Szóval, elküldtem az egészet, és visszaüzent azzal, hogy nem tudom, ilyen köpési, nyelési problémái voltak az embernek, hogy
De lehetetlen. Tehát nem, hogy nem publikálják olyan helyeken, például egy internet weblap, aminek így egy fillerbe nem kell ültet, de nem. És megint okolta, hogy miért nem. Először is azért, mert túl nagy, túl tömény, túl reális élethű, és túl nyers. Tehát úgy fogalmaz, ahogy éppen megtörténik. Mondom, igen. Ugyanis az egész regény, 97%-a van egy főhőse, és ennek a főhősnek a szemeink keresztül, a gondolataink keresztül látunk. Nem ugrabugrál az úgynevezett kamera, hogy most ezt a csoportot veszi, most azt a csoportot veszi, csak egy főhős szemeink keresztül látunk végig, mintha ugye az agyába látnánk. Ez nagyon-nagyon kemény volt neki, meg nyers, meg stb. Nem igazán készült fel arra, hogy ezt elolvassa. Ő viszont rengeteget segített abba, valahogy ezt meg kellene köszönöm neki, de nem igazán fogadta meg a megköszönésemet, mindegy. Szóval, ő azt mondta, hogy a science fiction, mint olyan, az nem egy halmaz. Az egy főhalmaz, amiből ilyen alhalmazokként további csoportok jönnek létre, és az én regényemet úgy hívják, hogy a Hard Sci-Fi. Hát akkor már ezt is tudjuk. Rákerestem a neten, és bizony találtam egy csomó minden, mint leírást, hogy milyen szabályok vonatkoznak a hardra, milyen szabályok vonatkoznak a softra, a lightra, van egy csomó ilyen alkategória, és itt derült ki, hogy akkor ezt mégis hogy hívják. Na szóval, hello, még nem is köszöntem, igaz? Én vagyok a hatlábú farkas, amit elvileg ez jól látszik, és már dióhéjban elküldtem Facebookon, hogy én azt szeretném, hogy mi esetleg tudnánk együtt dolgozni, az egy marha jó dolog lenne, úgy szerintem, és én arra gondoltam, hogy ehhez a regényhez rengeteget segítene, hogyha egy profi csinálná a zenét, mint amilyen ön is például. De az igazán nagy bajom az, hogy most ebben a regényben ugye vannak illusztrációk, meg zenéknek nevezett valami, nem tudom micsodák. Külföldi amatőrökre kellett hagyatkoznom, mert nagyjából az az irány, ami ehhez a regényhez kell, nem lehet ugye Star Wars-os zene, nem lehet Babylon 5-ös zene, nem lehet Star Trek-es zene, nem lehet olyan zene, amit azonnal ismer mindenki, hanem kellene egy ebbe a világba való úgynevezett trailer music, ezt természetesen önnek ismételten nem kell magyaráznom, és nagyon-nagyon kevés az a fajta trailer zene, ami ehhez illik, mert itt is mindenféle hangulat ingadozások vannak, ahogy éppen a főhős ugye éli át az ő saját mondjuk így kálváriáját. Szóval az egész videót azért csinálom, hogy sokkal nagyobb, sokkal jobb betekintést nyújtsak abba, hogy mi az, ami igazán jó lenne, hogy mi tudnánk együtt dolgozni. Önnek nagyjából mi lenne optimális esetben, persze, hogyha esetleg sikerülne megegyezni, aminek mondjuk örülnek, hogy mi lenne a végeredmény. És a végeredmény az lenne, hogy ez a pár oldal, amit itt látunk, minden egyes, azt hiszem 10. oldalon, kicsit túlzottan 20. vagy 50. oldalon, ez változó, van betéve zene. És nem igazán vagyok azzal elégedett, amelyik zene oda belekerült. Ráadásul ugye mondtam, hogy ez egy sorozat, tehát ez a negyedik fejezet, itt alul látjuk itt a ujjamnál, hogy ez a negyedik fejezet, és az 5. fejezetben ott még nehezebb dolgom van, mert ott már más dolgok történnek, és az igazi bajom az az, hogy oda már tényleg nem találtam zenét. Nem, hogy ide, mert... Jó, most természetesen ez egy hazugság, hogy találtam zenét, mert találtam, de nem pont az, amit én oda abszolút tökéletesnek gondolok, hanem most éppen ezt találtam a neten. És jó, igaz, kaptam dicséretet, mert ugye van ennek egy Facebook lapja is, kaptam dicséretet, hogy van egy-két zene, amit tök jól eltaláltam, és pont oda illik, és rendkívül sokat emel a regény olvasása közben a backgroundon, ambience hatás, de jól kijön, stb. De ez itt tök jó. Szóval lassan elérjük a 10 percet, és
tényleg mindenféle létező, meg nem létező istenre esküszöm, hogy nem akarom önt föltartani, illetve vesztegetni a nagyon drága idejét. Én azt szeretném kérdezni, mert már 10 000 szónak is egy a vége, hogy esetleg lát-e ön abban fantáziát, hogy egy ilyen no-name író, tehát ugye most magamról beszélek, egy no-name írónak egy nevetséges regényéhez esetleg ő nyújtana segédkezet, segédzenét, nem tudom erre, hogy kell fogalmazni. Nem tudom, hogy a dolog hogyan működik. Az, a művész, aki megcsinálta az illusztrációt, ezt a állatos, űrhajózós, lődözős, mindenféle, hát mondjuk így agymenésemet ő lerajzolta, ő nem dolgozott ingyen. Magunk közt legyen mondva, fillérekért megoldott mindent, és tök jó. És ő is ugyanúgy tudja, hogy ez egy ingyenes regény. Szóval még egyszer elmondom a kérdést, hát ha esetleg ez nem tudom kifejezni magam, hogy ön, kedves Gábor, lát-e fantáziát abba, hogy ön esetleg tudna bele zenét írni, illetve valamilyen eszközzel lesz lejátszani, például mondjuk számítógépen. Szóval köszönöm szépen, hogy megnézte a videót, és mondjuk én remélem a legjobbakat. Hogyha bármilyen információra van szüksége, természetesen relatív azonnal küldöm, jó? És az egész erről szól, hogy igen, az ön segítségére volna szükség. Úgyhogy köszönöm, hogy megnézte a videót, és remélem tudunk együtt dolgozni. Viszlát!